Ez még így jobb. Jó, úgy jó volt. Nem volt ez rossz. Jó az. Tudom, látom, úristen! Nem, képzeld, most egy dolog, ami nem lesz, az fellépés nem lesz. Viszont találtunk ilyen 3240 forintért repjegyeket Görögországban. Jó, 13400. 13000, bocs. Szóval elrepülünk Görögbe, mert ott még soha nem voltam. Tunk. Ádi? Semmi szállásunk nincs erre a pár napra, de majd kitalálunk valamit, azt mondták a többiek, hogy menjünk, olcsó a repjegy, miért ne? Zozo, most hát, te is tiszteletbeli tag leszel. Ez az, alig vártam már ezt a pillanatot. Hát igazából, mivel nem készültünk szállásra, én a biztonság kedvéért hoztam egy plédet. A reptéren kell aludni. Még egy fürdőgatyát, mert ha már tengerpartra megyünk, akkor legyen. Meg kamerát, jó sok kamerát. És nehezítésképp én még lecsonkoltam magam, és szétszúztam teljesen 5 napja a kulcsontomat. Itt még, gyere, gyere, próbáld ki, nézd. Itt érezni a tört véget. De mondd már el, hogy történt. Szóval az úgy volt, hogy pár napja Ausztriába mentünk gurulgatni kicsit, minden a legnagyobb rendben indult. Teljesen úgy hely volt, úgyhogy bejártuk az összes biciklipályát és kipróbáltuk az ugratókat, technikás részeket. Kb. Úgy kell egy ilyen bike parkozást elképzelni, mint egy sívakációt, csak még egy kicsit veszélyesebb, de nagyon nagy élmény volt. Este fele pedig megtaláltam a park legnagyobb ugratóját, ahol videóztunk párat. Simán ment, de amikor bele akartam trükközni, akkor megtörtént a baj. És ebben a pillanatban már tudtam, hogy ennek nem lesz jó vége. Jó, egyben vagy? Majd bizony egy rumtút csináljunk itt a... Pár perc múlva pedig már a mentővel robogtunk Bécs felé. A sziklastalaj eléggé megérintette a testemet, a röntgen pedig egy jó nagy törést mutatott. Szerencsére nem kellett műteni, csak kaptam egy ilyen gyászkeretet, ami eléggé korlátoz. De ez nem kényszerített arra, hogy otthon üljek, úgyhogy megyünk. Oh, nem tudom használni a kezemet. Ne idegesíts! Most már mindjárt törlik is a járatot, mert... Egy jó 2 órát késett a gépünk, hajnali 2-re viszont megérkeztünk Santorini szigetére. Megint alacsony költségvetési utazást terveztünk, viszont a reptéren itt nem lehetett aludni, ezért elindultunk az ismeretlenbe, és addig barangoltunk, amíg egy biztonságos fekvőhelyet nem találtunk. Figyelj, ezt várj, videóhoz. Mi? Mondtatlan sörök vág. Ezzel vártak minket itt a tengerparton, és nézd, milyen kis izé. Mekkora konkrétan kis kecókat kaptunk. Azonnak ott a háza. Az Airbnb. És ez meg itt a levékos. Éjszaka még nem is gondoltuk, hogy milyen csodálatos helyen ébredünk majd. 1-2 óra múlva már kelt is fel a nap. Morgan! Nagy sötétben megtaláltuk ezt a helyet este, és itt aludtunk, de viszont én nagyon fáztam már a vége fele. És muszáj volt használni a hálózsákot. Ilyenkor kell fölkelni, és hajnalba elmenni napfeket és videózni. Kaján. Éhes a fiú! Meg szólni de amúgy jó kis szállás volt, nem? Nekem tetszett. Nekem egész kényelmes ilyen volt. Ilyen biztos nem volt így. Még soha. Vállad? Csonttal is. Vállad el volt? Amúgy fájt végig. Már eddig elég flashy a sziget, de az igazán nevezetes részei felé még csak most fogunk elindulni. Things you found, you feel a little younger, and you begin to wonder, what is it you want to love, what is it you want to love. Letelepülünk oldalba, mert nagyon fáradt a gyerek. Találtunk egy egész jó szállást, még medencénk is van, még lehet, hogy épületekkel is körbe van véve, honnan be lehet ugrálni a tetejéről, belőle is valószínű, hogy ez az egyik legolcsóbb a szigeten, tök jónak néz ki, meglátjuk. A szállás megvan, tényleg most már nyugi van. Na most nézzük meg, hogy tényleg hova jöttünk. Ez mennyire jobb, mint képeken? The unknown. Hát én most ilyen nyugi módban leszek, csak meglőm a srácok fotóit, aztán azzal már el vagyok. Palm trees. Wow.
Mert amikor Instán nézem, amikor, akkor tényleg jól néznek ez ilyen parkúros emberek, meg ilyen nagy sztárok ide jönnek, nagyba vannak. Aztán most itt vagyunk, elaludtunk a parton egy éjszakát, és följöttünk ide, és tuti milliószor nagyobb élményt élünk át. Vlog, ez nem vlog, nem fogunk benne beszélni. De nem, ebben nem lehet vlogolni, az hiszem, baj, annyira szép helyen vagyunk. Lélegzett elállító. Very nice, very nice. Nézd, Matyi, fáj a vállad? Mindig? Vállalható. Ez egy marha jó, marha gírosz. A délelőtti kis túránk véget ért itt Fírában, mert nagyon dögmeleg lett, és fáradtak is vagyunk, mert kb. Két órát sikerült adni neked egyet, nem? Valami ilyesmi. Amikor kicsit a hőmérséklet lecsillapodik, akkor folytatjuk a programot. Nice. Sunset spot. Ez itt a fullos medencés hotelünk napi 7000 forintért. Nem tetszik, hogy az azónak tetszik, én ennyit fogok. Elindultuk a kis délutáni trippünkre. A... nem is tudom hova. Előbb mondtam... Kihűsoltad magad a medencébe? Hát... inkább leégtem, nem kihűsoltam, inkább leégtem. Ezt még egy lazább, fényképezgető, sétálgatós napnak szántuk, de mindenképp akartunk találni egy jó kilátású medencét. A kis spotokba. Hát ez azért nem kicsi. A sziget legdrágább hotelébe próbáltunk belógni, ami nem volt egyszerű. Rácok, nem itt szállunk meg, mert ez az Infinity Pool-os cucc, ez... ez 456 ezer forint lett volna szóval egy éjszaka. Szóval túl olcsó. Ja, ez... hát szóltam anyunak, hogy adj el a házat, nem, most ennyibe fektessük bele, nem? Aztán mégis találtunk egy helyet, ahol a jófej személyzet még azt is megengedte, hogy ugorjunk párat a medencéig. Már be is ugrotok? Milyen volt? Hát simán benne lett volna a dupla is, csak föntre azért kicsit para volt. Hálásak vagyunk ezért a spotért, és ha már itt vagyunk, akkor kár lenne kiadni ezt a lehetőséget, hogy beugorjunk egy jó kis előre szaltóban a medencébe. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire lesz hátas ez a dupla hátra szaltó. Nézzük. Tényleg nagyon izgulsz. Jaj, de cuki vagy, izgulsz mi? Ez olyan, mintha most tízés hóba kéne húznom egy dupla előre paszt. Tudod mi a baj? Hogy ez 5 méter magasan van kb. Ja. És ha innen hátra esel... Ó, az nagyon csíp. Akkor lehet, hogy utána kell ugorjak, mert az lehet, hogy nem. Az nagyon csípne. Az lehet, hogy nem lesz túlélős. Na, igazából csak húzni kell, nem? Fiam, megtéped. Ez kész. Megtéped, aztán valami lesz belőle, jó? Egyszer vagyok itt, nem? Fél, nem kell izgulni. Van kis közönség is. Van torony is szép a háttérben. Jó lesz, jó? Jó. Na, küldjed meg apja. Na, visszaszámoljunk? Nem kell. Fú, akkor visszaszámolok. Gyerünk, kapjuk! Gyerünk!
elindítok valahogy, de nem jött össze. Jó volt ez, teljesen jó volt ez. Még felmegyünk, keresünk egy nagyon jó spotot, a naplementét fogjuk nézni és fotózni. Nagyon várom már, picit messze van, de be kell adjuk, és... Mennyire király ez a hely, gondolom. Nagyon jó lesz, megéri a sétát. Szírt, egy szírt. Nem soká indulunk, és ott találkozunk. Bye-bye. Azért most csalunk, mert fogd be, ha hozzám beszélsz! Hallod? Megtaláltad az otthonod? Wow! Egész meleg van. Megkintett egy kókus, már érzem a mérgét! Nyanya! Ha így van! Be! Ez a világon a leginstagramozható hely. Ez egyre Sunset Spot! Na, búcsúzunk tőle, mindjárt elmegy a nap. A következő videóban nagyon-nagyon-nagyon sok érdekességet fogunk nektek szemléltetni, és magunknak is. Ez még csak ilyen bemelegítés ne, volt. Most megy el! Ne! De legalább már felfedeztük az egész helyet, nagyon durvá sok azért még tudunk. Ott is van valami. Jó, de mondom, nem kell mindent leszpoilerezni. Következőben óriásit fognak alkotni megint a srácok, még már most kiterveltük, hogy kivel engem. Hyper-Uber király lesz! Úgyhogy akkor... Csekkoljátok le az én videómat is, mert én is azért itt vagyok, ha már itt vagyunk, tudod. Azért. Van itt még blogger. Jó, a srácok is benne lesznek, tudod. Na és akkor ezekkel a csodás szép testekkel elbúcsúzunk. Ja, mi? Ja, ja. Ciao.